gumicukrot majszol otthon Schubert Norbi, a fitness király nem csak gyermeke, hanem felesége is lebuktat nassolási szokásaival. A Vigyázat gyerekkel vagyok, mai adásában a Schubert család versenyez egymással, a rövid részlet után velük beszélgetünk majd. Mi az, amit apa utál, de Zalán nagyon szereti? A liszt, a gumicukor vagy a máj? Szétcsapok. De hát az ellenfél hát csapat, hát mégis segíthette. Jó, de hát a kisfiam. Hát a kisfiam, igen, tudom, tudom. Na mi az, amit apa nem szeret, te meg nagyon szereted ezek közül? Ó, hát ez a gumicukor. Hát apával a gumicukrot nem tudtad megszeretni? Szokott titokba enni. Szokott titokba enni. Azt mondja anya, itt súgja, hát a mögött. Szokott titokba enni meg. Tényleg? A gumicukor önmagában egészséges, csak a cukor nem jó benne, tehát ha... És így a gumi az igen? Cukornak hívni. Jó, hát, tudjuk, zsír a barátunk, cukor az ellenség. Igen. Vendégünk Norbi Réka és unokahúga Robin Trella. Jó reggelt! Jó reggelt, sziasztok! Meglepődtük, vala nem cáfolnád meg egy örökre. Ez a mondat, igen. Tehát tényleg szoktál, ez hogy kell elképzelni, hogy bebújsz a szekrénybe, hát, és akkor eltűnsz a világ előre. Most, hogy már úgy ülök itt, mint Kozsó és a lányai, innentől kezdve azt mondom, hogy tényleg coming out onnom kell, és el kell mondjam. Most majd bekérlek. Igen, igen. Igazából szeretem a gumicukrot, és segít a fiatalság megőrzésében sok benne egyébként a maga a kollagén, tényleg. Tehát nagyon jó, csak hát az a fáján cukor ne lenne benne, de hát mértékkel azért néha becsúszik, és olyankor másnap. De ilyenkor elbújsz, vagy lelkiismeretfurdalásod van, vagy halálnyugodtan megeszed otthon? Nem, állva szoktam egy pár labot bekapni, mert olyan, nem történne meg. Tehát ha lelök a tévére egy zacskó gumicukorral, akkor az ugye az már az eltűnik. Tehát inkább csak állva két szem, és akkor az ugye elfejtett, hogy ettél gumicukor. Amikor moziba megyünk, akkor nem veszünk pattogatott kukoricát, meg rögtön megyünk be, de ha van arra lehetőség, hogy ott a pattogatott kukorica árus mellett vannak ilyen kinyert gumicukrok, képes beállni, és ott szedni, én meg mindig, ha mondom, figyelj, most csinálok róla egy fotót, elküldöm, hogy tovasson riporter 10 000-ért az újságot. Felhagytam a galléromat, és őveszek egy baseball sapkát, és silapászolom a izőm. Egy kisgyerek. Azért nem úgy képzeljük el, hogy nátok lakatra van zárva mondjuk az édességes fiók. Egyáltalán van olyan, hogy édességes fiók otthon? Van. Komolyan? Van. De azért nagyjából miénk van. Igen, van, de csak kakaós csiga van benne, nem gyakorlatilag. Nem. Cukormentes csoki szokott benne lenni, meg ilyenek. Igen, van. De gyerekszám magasságban, tehát hogy a gyerekek elérjék természetesen. Néha becsempészek abba a fiókba egy kis olyat is, amit... Hát amit kell. Nagyon ritkán. Majd ezt átézem hazamát. Ella, milyen volt a műsor? Hogy érezted magad? Úgy, nagyon jól éreztem magam. Az elején kicsit izgultam, de nagyon jó volt. Ilyenkor fény derül egyébként olyan dolgok, engem mindig ez érdekel, amit mondjuk nem tudtak egymásról, vagy mondjuk kikotyogtak olyan dolgokat, amik mondjuk nem biztos, hogy... Ami kellemetlen, igen. Aha. Furcsa látni azt, nem, hogy a gyerek szemszögéből igen, hogy jelenünk meg. Mert például a Rella, meg Norbika nagyon-nagyon, meg Larával is, meg Zalán is, tehát nagyon jó unoka testvérek. És én például féltem attól, hogy majd egy csomó mindent nem tudnak egymásról, és hajaj, még azt is, amit szerintem saját magukról sem igen, tudnak. Mondjuk azt nem tudtam, hogy téged Gabi néninek becíznek otthon. Képzeljétek, Gabika néni. Gabika néni. Kik a gyerekeid? Meg a férjem. Gabika néni vagy? Azt a... De mi? Egy ostorral vagy hogy? Képzeljétek, Gabika néni vagyok. Igen. A Rellának a nagymamáját hívják Gabika néninek, és én otthon Gabika néni vagyok. Aha. De hogy miért az este? Ezen gondolkodtam, de hát nyilván várjuk meg az estét, és ki fog derülni, de egy-két tippem van. Jó. Inkább jó, pedig kérlek. Jó, tehát akkor az annyira cikis dolgok nem voltak. De egyébként érdekes, amit mondtál te is, Réka, hogy a gyerekek mennyire összetartóak, nem? Tehát olyan dolgokban mi felnőttek mennyire ki tudunk maradni, amit mondjuk ők egymásról tudnak. Igen, vagy például én most tudtam meg, hogy Norbika, amikor így ég a ház, és dolgozatírás előtt van, és én kérdezem, hogy mindent értesz, igen, értek, akkor Rellát hívja, ami, hogyha valamit nem ért, és akkor Rella magyarázza neki mindenféle formában, igen. Telefonon, meg Skype-on, hogy adott feladatot, hogy kell megcsinálni. Úgyhogy, tehát vannak itt olyan kis kulisszatitkok, amit még mi sem tudunk. De szerintem ez így van rendjén, tehát a gyerekeknek pont az a lényeg a gyerekkorban, hogy egy gondtalan, vidám, kis titkokkal teli kis életük legyen.
Azt mondhatjuk, hogy szinte olyan, mint a tesók lennétek, nyilván unokatesók vagytok, hát mennyire sokat, közeli a viszony? Nagyon sokat voltunk együtt, mikor kicsik voltunk, sokat voltak nálunk jelzberényben, meg volt, hogy mi is fent voltunk Rékáéknál. Úgyhogy tényleg nagyon szoros a kapcsolat. Kivel vagy a legjobb a tesók közül? Szerintem Larisszal. Igen? Igen. A csajos dolgok miatt? Igen. Hát meg ő azért már, hogy mondjam, megnőtt, tehát igen, már akár közös már témák is lehetnek, ha abszolút. Megyünk majd. Igen, és anyja, hogy mit szól? Gabika, mihez mit szól? Amikor összejöttem Gabika nénivel, hát ilyen több mint 16 éve, és lementem Jászberénybe, akkor a Reella be volt pelenkázva, tényleg így volt. És a térdemig ért, és ilyen 2 éves lehették körülbelül, és ott rohangált, tök durva, hogy most a füléig érek, érted? Hát meg most már edzői végzettsége van. Egyébként Réka motivált ebben, vagy magadtól választottad ezt az utat? Hát eleinte magamtól választottam, meg akkor még annyira nem is figyeltem Rékának a munkásságát, de tudtam, hogy ő ebbe profi, és úgy gimi után úgy kezdtem el, hogy leginkább Réka motiváltságára. Sőt, élelmiszermérnök hallgató, és nálunk dolgozik, képzeljétek el? Igen. Bizonyám. Családi biznisz. Ezzel szeretnél egyébként tovább menni, vagy inkább sporttal? Hát igazából úgy mindkettővel, mert tudom, hogy ez a kettő egy párban jár, de nagyon érdekel az élelmiszer is. Ugye ez már előbb-utóbb konkurencia lesz. Jó, komoly szerződésünk van. Reella nagyon-nagyon-nagyon jól főz, imád sütni. Az édesanyja, az én sógornőm, hát családi vonalon, tehát tényleg mindig friss sütemény van az asztalon, tehát mi soha nem ülünk le úgy náluk ebédelni, hogy ne lenne sütemény. És leginkább a profi ebben. Igen, és ezt a vénát a Reella nagyon örökölte. És képzétek el, hogy nálunk Norbika. Hát nálunk Norbika imád főzni, nagyon jól is főz, amit el tud készíteni. Igen. Állandóan sertepert él a cégünkbe dolgozó séf körül. Úgyhogy úgy is érdekes. Úgyis séfúr, ha már az ugye Norbi, Ána Norbi, több Norbi van, de mindig séfúrnak. Séfúr. Gabika is séfúr, nagyon szépen. Köszönjük szépen. Reella, legközelebb hozzásütít, jó? És köszönjük. És kíváncsian várjuk, ma este vigyázz a gyerekkel vagyok. Gabi néni.